Paprika terem a kertben, és csirkét is nevelnek ennél a háznál Milotán. A háztáji gazdálkodást itt egy állami pályázat, a családi Porta program is segíti. A pályázat szervezett keretek között támogatja a vidéken élő hátrányos helyzetű családok konyhakertjeinek megművelését, valamint a kisállattartási gyakorlatok megszilárdítását. A programot 2022-ben is meghirdették, melyről Máté Szalkán tartottak előadást a térségben élő önkormányzatok és roma kisebbségi önkormányzatok számára. A fórumon Kovács Sándor országgyűlési képviselő elmondta, azokat szeretnék az otthoni gazdálkodás elsajátításában segíteni, akik korábban valamilyen okból nem tudták vagy nem akarták ezt megpróbálni. Vannak olyan családok, akik vagy szocializációs hátrány miatt, vagy csak egyszerűen az élet kényszere, vagy a tapasztalás hiánya miatt nem nagyon akarnak erre helyezkedni már munkaerőpiacon, normál munkaerőpiacon. Ezt Máté Szalka is jól mutatja, hiszen 250 főt tudnánk azonnal felvenni, és körülbelül 700 munkanélküli van a településen. A program keretében megpróbálunk olyan háztáji típusú foglalkoztatást helyben vinni, a Portára vinni, vagy ahogy régen mondták, háztáiba vinni, ahol az emberek újra megtalálhatják egyrésztről az életvitelükhez szükséges nyersanyag megtermelését, ez lehet akár állattenyésztés, akár növénytermesztés. Aztán a fölösleges eladjuk most, ha nagyon profánokon megfogalmazok, akkor visszamegyünk néhány száz évet, amikor a helyi gazdálkodásban plusz megtermelt árukból bevételt is képzünk. Az idei pályázatot 240 millió forintos keretösszeggel írták ki, amivel nagyjából 7000 családnak tudnak segíteni. Tavaly Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 35 településen csak nem 1100 család vett részt a programban. A térségben annak is köszönhető a nagyfokú érdeklődés, hogy a kiskertekben népszerű a gyümölcsfák telepítése. Három fő elemet emelnék ki. Az egyik a kisállattartás, amely ugye a háztáji gazdálkodás velejárója és egyáltalán a magyar vidéki életnek egyik kulturális sajátossága is lehet. A másik a virágos kert, amelyek a házak előtti előkerteknek a gondozottságát mutathatja. Ezzel is javultva a települési képet, illetve a lakókörnyezetnek a megítélését. A harmadik pedig a gyümölcsösöknek a készítése, gyümölcsfáknak az ültetése. Ugye egyrészt a gyümölcs az egy fontos része, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig nagyon komoly tradíciója és múltja is van ennek. Másrészt pedig a környezeti ártalmak csökkentése az minden szempontból javíthatóak a fák ültetésével is. Ahhoz, hogy a támogatás ne csak egy egyszeri segítség legyen a családok számára, és a háztáji gazdálkodás hosszú távú folyamat legyen, az érintetteknek mezőgazdasági szakemberek adnak tanácsokat.